Én Zalus vagyok, a jópofa öregember. Jópofáskodó öregember. Itt ömeltem Steve Buscemi. Sziasztok! Sziasztok! Én Zalus vagyok. Itt ömeltem Gáspár. Még mindig. Ez pedig itt az IGN Startnak a legújabb adása, melyben kitárgyaljuk a hét legfontosabb bemutatóit, megjelenéseit. Triviázgatunk egy kicsit, aztán megpróbáljuk megválaszolni a hét kérdéseit. Úgyhogy adjunk is neki. Hajrá! Na, ez még mindig nem az a hét, amikor megszakadunk azért, hogy moziba menjünk. Persze azért lesz egy-két bemutató, amiről érdemes megemlékezni. Például jön a Védenc című akciófilm. Maggie Q, most hallasz róla először, igen. Maggie Q-ról nem. Maggie Q, Samuel L. Jackson és Michael Keaton főszereplésével. Úgy reklámozzák, hogy a John Wick alkotóitól egyébként csak annyi közös, hogy ugyanaz a stúdió pénzelte mind a két filmet. Egyébként egy ilyen tipikus akciófilm lesz a Samuel Jackson a szárnyai alá vesz egy csajt, akiből egy profi bérgyilkos nevel, aztán utána elszabadulnak az indulatok, megjelenik Michael Keaton, aki egy gonosz figurát játszik benne, és sok lövöldözés, meg akció lesz benne. Röpköd majd a motherfucker. Lehet, hogy az is röpköd majd. Samuel Jackson benne van akkor? Igen, igen. Egy kicsit könnyedebb szórakozást ígér a Kupon királynők című film, habár ez is igazából akciódús, ugyanis arról szól, hogy Kristen Bell és egy barátnője rájönnek, hogy holnan tudnak szerezni rengeteg kupont, amivel tudjátok, vásárlást olcsóbbá lehetne tenni, és egy egész ilyen kuponmafiát alakítanak ki, a rendőröknek a figyelmét felkeltik, és hát Vince Vaughn a nyomukba ered. Na, és egy kicsit komolyabb filmről is szól, egy eljön a Természetes fény című magyar film, ami gerillaharcosokról szól, nem is gerilla harcosokról, hanem a második világháborúban azokról a katonákról, akik a frontvonal mögött a gerillákat megkeresik és elkapják. Hát nem egy könnyed darab. De mint mondtuk, nem a moziban keressük majd szerintem a szórakozásnak a javát. Streamingen egész sok bemutatóra számíthatunk. Jön például a Schumacher című dokumentumfilm a Netflixen, amiben ugye Schumacherről lesz szó, meglepő módon. Családtagjait is megszólaltatják majd, és azt mondják, hogy szemben maradt szárazon, úgyhogy... Hát ez elég valószínűleg tűnik, szerintem aki Forma 1 rajongó, az biztos, hogy a képernyő előtt fog ülni. Igen, mindenképpen meg kell nézni. Az HBO Go-ra jön az Antebellum című film, ez nálunk kimaradt a mozi forgalmazásról, ennek a főszereplője a Jeanne Monáe, és egy korunkban élő nőről szól, aki egyszer csak arra ébredt, hogy egy rabszolga ütetvényen találja magát, és onnan kell megszoknia, és így a korok találkoznak egymással. Egyébként ez egy ilyen horror thriller, úgyhogy nem is tudom. És van egy ilyen érzésem, hogy lesz némi mondani való is. Nem is tudom, miért mondod ezt. Milyen mi mondani valóra számítanál. Ez alapsztori. Aminek biztos nem lesz mondani valója, viszont annál szórakoztatóbb, az a Barbie és Star Vista Del Mar-ba megy című vígjáték. Hogyha bírtátok az Anchorman-nek az abszurditását, akkor ennek a filmnek mindenképpen adjatok esélyt, mert ez is egy idiótaság, egy óriási ökörség, de megmondom őszintén, én szarrá rögtem magam arra, mint annyira jó, mert ugye Kristen Wiig-ben azért itt kell lecsalódni. Igen, azért hozzá mindig ezt a nagyon vicces, nem is tudom milyen humora van, de ilyen száraz, de nagyon vicces. Igen. És hát HBO Max-re egyelőre, ha bár már bejelentették, hogy jövőre, azért jövő év első felében, sőt első negyedében már hozzánk is megérkezik az HBO Max, de egyelőre még csak odaérkezik a Cry Macho című Clint Eastwood rendezés, 91 évesen nem csak rendezte, hanem a főszerepet is játssza, egy olyan sztoriról szól, hogy megkérik, egy ilyen kiöregedett rodeost játszik, akit megkérnek arra, hogy hozzon haza Mexikóból egy fiút, aki a részeges anya mellett nem igazán kap normális neveltetést, és akkor egy ilyen road movie-ról van szó, és így nem is tudom, megmutatja neki, hogy milyen jó embernek lenni. Elég erősen illeszkedik az utóbbi Eastwood rendezésekbe. Hát igen, kicsit olyan, mint a Gran Torino kb. Tehát itt is egy ilyen... Ha olyan lesz, akkor köszi, jöhet. Így van, így van. Na, és sorozatokból is elég erős hetünk lesz egyébként. Az FX-re jön a Why the Last Man című képregény adaptáció, ami egy ilyen posztapokaliptikus, vagyis nem is inkább azt, hanem így az apokalipszis elejét mutatja be. Valamilyen rejtés okból az összes hímnemű emlős elpusztul, így a férfiakat is beleértve. Egy darab férfi és az ő majma maradnak életben, és hát ugye a nők eléggé, nem is tudom, izgatottan fogadják ezt a tényt, mert hát ugye egy generáción belül akkor, nem is egy generáció, néhány évtizeden belül akkor ugye kipusztult az emberiség.
Aztán jön a jelenetek a házasságból, új feldolgozás az HBO Go-ra, ebben Oscar Isaac és Jessica Chastain mutat jeleneteket egy házasságból. Ez egy Bergman filmnek a feldolgozása. Így van, így van. Aztán jön az én kedvenc főzősomnak az új évada, ez a Nailed It, ezt jól kisütöttük, amiben ilyen kontárcukrászok próbálnak meg formatortákat létrehozni, és hát nem igazán sikerül nekik. De viccesen nem. Igen. Brutális dolgok születnek. Sülnek ki, igen, jól mondod. Folytatódik a The Morning Show a második évaddal. Ebben ugye játszik Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, és még Steve Carell is. És hát ugye így egy ilyen beszélgetős volt, vagy egy ilyen reggeli show-nak a színfalai mögé pillanthatunk be, és elég kemény dolgok történnek ott, például ugye szexuális zaklatásról is szó van benne, meg egyéb visszaélésekről. És hát ugye harmadik évadával tér vissza a szexoktatás a Netflixre, amit ugye nagyon sokan várunk. De lesznek ugye játék megjelenések is. Végre! Ezen a héten már lesznek érdekes megjelenések, természetesen a Deathloop lesz a hét legnagyobb sztárja. Ugye az miről szól az a játék? Mondd már el nekem. De elmondom neked, hogy miről szól. Egy bérgyilkost alakítunk, aki beragad egy időhurokba, és 8 ellenfelet kell elpusztítani egy loop során, hogy megtörje ezt az egész szituációt. Ugyanakkor, ha meghalsz, miközben levadászod ezeket a célpontokat, vagy pedig kifutsz az időből, akkor újraindul az egész kör. Ó, Istenem, akkor ez ilyen rános játék, nem? Igen, és hogy ne érezd magad még feszültebbnek, van egy ellenfeled is, aki meg rád vadászik egy bérgyilkos nő személyében. Tehát, hogy még feszültebbnek érezem, hogy ilyen, jó, oké. Idézőjelben. Igen, szóval nem, no pressure, de az idő egy másik bérgyilkos, és hát a célpontok is általában olyanok lesznek, hogy ugye ki kell ismerni az ő napi rutinjukat, nem mindegyiket lehet minden időpontban, minden helyen levadászni, szóval szépen lassan fel kell térképezned ezt a kis szigetet, ahol vadászol rájuk. Úgyhogy igazából az alapkoncepció nagyon izgalmasnak tűnik, ráadásul... Egy dolgot árulja nekem. Igen. Ugye kijött már nem tudom 3 vagy 4 előzetes ebből a játékból, és ezt miért nem tudták átadni? Ez így tök jól hangzik. Az előzetesben azt láttam, hogy... Hát már ilyen lesz. Ilyen arcane-esen eltúlzott fegyverek lesznek benne, lesz benne egy kis ilyen természetfeletti is, mert ilyen lesznek speckó képességeink, amiket bevethetünk. Ha a Dishonored-dal játszottatok, akkor onnan visszaköszönnek majd képességek, például össze lehet kötni az ellenfeleket, és akkor egy mozdulattal nem tudom, akár több ellenféle is végezni. És hogy még izgalmasabb legyen az egész, olyan a multiplayer része, hogy be tudsz szállni valaki a te kampányodba, a bérgyilkos csaj, aki vadászik rád annak a képébe, úgyhogy ha nem akarod, hogy a gép vadászol le, akkor megteheti ezt egy másik játékos is. Szóval ez egy elég izgalmas cuccnak tűnik, természetesen jövünk majd vele a tesztelés, videótesztet is készítünk belőle, úgyhogy majd nézzétek. Illetőleg, ha már játékokról van szó, meg ilyen fura koncepciókról, akkor jön az Aragami 2, ami egy ilyen ninjás lopakodós cucc, ahol az árnyék a jó barátunk, úgy kell ebben is levadászni a különböző célpontokat, hogy ne lássanak meg minket, ne vegyenek észre minket, ebben is vannak természetfeletti képességek, úgyhogy ez is egy viszonylag jó cuccnak tűnik. Múlt héten a kockával kellett menni, most meg az árnyékunkkal. Most meg az árnyék. Mi lesz jövő héten? Egy fazékkal kellett menni a játék. Csak nem. Viszont érkezik a Skatebird, amiről annyit kell tudnotok, hogy madarakkal lehet benne gördeszkázni. Ennyi. Igen, Skatebird. Szóval ezt már... Erre nem tudok mit mondani, jó? Okay. Igen, egyébként a cyberpunk stílus, meg a cyberpunk világ nem lett volna elég az elmúlt időszakban, akkor jön... Azt hittem a Skatebird-ben vannak a cyberpunk. Nem, de egyébként a madarakat föl lehet öltöztetni ilyen nagyon menő cuccokba. Mindegy. Anyway, szóval jön a Game Deck nevű cyberpunk játék, ami egy egyszemélyes szerepjáték lesz, és egy nyomozót alakítunk, aki virtuális világokba próbál megoldani bűntényeket. Koncepció tök érdekesnek tűnik ennél is. Illetőleg, aki lemaradt róla, a Ni no Kuni 2 megjelenik Switchre és a Prince Edition formájában, amiben benne van az összes DLC, meg még ami következik a játékhoz, úgyhogy ha kihagytátok, akkor feltétlenül nézzétek meg, mert egy nagyon cuki, elképesztően tök jól kinéző ilyen animés szerepjátékról van szó. Úgyhogy lesz mivel játszani. Na, szuper. Most pedig beszélgessünk egy kicsit a hét érdekességéről.
Tommy Lee Jones szeptember 15-én tölti be 75. életévét. Szerintem már 30 évvel ezelőtt is úgy nézett ki, de 75 éves lett ma. Igen, tényleg. De most már tényleg annyi lesz. És hát ugye ismerjük őt. A Men in Black-ben ugye egy ilyen mogorva figurát játszik. És hát egyébként nem nagyon játssza meg magát, mint kiderült róla, hogy elég éljen. Ugye tudjuk, hogy két arcot játszott a Mindörökké Batman című filmben, amiben Jim Carrey volt a másik főgonosz, ugye ő Rebus-t játszott, és ugye Jim Carrey csak ebbe mutatni, szeret bolondozni, és ugyanazt csinálja a kamerán kívül, mint a kamera előtt, és hát nem igazán jött be ez Tommy Lee Jonesnak. Olyannyira, hogy ezt el is mondta neki, és árulta neki egy találkozásuk során, állítólag ugyanabban az étteremben vacsoráztak, Jim Carrey egybe oda ment Tommy Lee Joneshoz, hogy lepacsizzon vele, és akkor azt mondta neki Tommy Lee Jones, hogy átölelte szépen, hogy utállak. Nem szeretem, ahogy bohóckodsz. És így Jim Carrey, nem tudom, hogy mit reagált Jim Carrey, de lehet, hogy nem volt őszinte a mosolya akkor. Egyébként Tommy Lee Jones nem nagyon akart játszani ebben a filmben, a Mindörökké Batmanben, mert hát hülyeségnek tartott az egészet. Elküldték neki a forgatókönyvet, és így annyival küldte vissza pár órán múlva, hogy nem értem. Erre Joe Schumacher, a filmrendezője, aki egyébként éppen Tommy Lee Jones-on forgatta az Ügyfél című thrillert, ő nézte ki erre a szerepre, egyébként tényleg egy érdekes választás, hogy pont Tommy Lee Jones játssza el két arcon. Ráadásul a film producerei szintén együtt dolgoztak vele a Szökevény című filmen, és hát úgy küldték vissza neki ismét a forgatókönyvet, hogy figyeljél, Tommy, gondolj jó erősen az Oscar díjadra, és hogy melyik filmért kaptad, és gondolj jó erősen rá, és gondold át, hogy tényleg nem akarod eljátszani ezt a szerepet, és akkor visszaírta annyi, hogy jó, elvállalom. Tehát állítólag Jim Carrey-t különösen azért utálta, mert a Dumb és Dumber című vígjátékot együtt mutatták be az Öreg Harcos című film, amiről ha nem hallottatok, akkor nem vagyunk meglepődve, ugyanis a kutya sem látta. És hát Dumb és Dumber az óriási siker lett, hát az Öreg Harcos meg egyáltalán nem. És ugye ez a Tommy Lee Jonesnak a filmje volt. Ja igen, azt elfelejtettem említeni, hogy az Öreg Harcos az a Tommy Lee Jones főszereplésével készült film, és hát eléggé zabos lehetett a Tommy Lee állítólag, amiatt, hogy ugye Dumb és Dumber kitúrta. Igen, mondjuk őszintén szóval szerintem már az elég lehetett, ahogy neki a Mindörökké Batmannek a forgatásán ott kellett lenni, én sem mosolyogtam volna. Jöjjér, pedig tök jó film lett, hát gondoljatok bele, cicanadrágba ott ugrándozott a Jim Carrey, abban volt a Mel Bimbo? Volt már Mel Bimbo szerintem a Batmanen. Igen. Igen, hát ez egy jó sikerült történet. Na mindegy, lássuk inkább a hét kérdéseit. Akkor kezdjük is a kedvenc rovatunkkal. Gyors kérdések, gyors válaszok. A Sencsi és a Tűzgyűrű legendája a pénztáraknál megbukott? Remélem, hogy nem. Jó hírünk van, nem bukott meg, sőt, abszolút túl teljesített az elvárásokon. Látom, ezt nem hagyhattad ki. Múlt hét kedre már 100 millió dollár fölött járt, most már ki tudja, hol tart. A műsor felvétele idején már olyan 120-130 körül már meg is van. Olyannyira túl teljesített az elvárásokat, hogy 20%-os csökkenés jósoltak neki a bemutató hétvégéjének vasárnapján, és abból csak 2% lett. Úgyhogy ennek a szeptember első hétvégéjének a legjobb eredményét hozta. És hát a pandémia alatt. Igen, a pandémia alatt. Úgyhogy nem csoda, hogy egyetlen egy filmet sem halasztottak elsőt, szerintem ennek hatására a Venom 2 bemutatóját előre hozták két héttel. Mikor jön a Forrest 2? Amennyiben a Sons of the Forest-re gondolsz, a horror játéknak. Nem a Forrest Gump 2-re? Nem hiszem. Akkor hát nem tudjuk igazából, nagyon nagy a csönd a játék körül, úgy volt, hogy 2021 vége előtt megjelenik valamikor, de 2020-ban egy éve volt utoljára új trailer hozzá, azóta csönd van a fejlesztők Twitter oldalán is, úgyhogy hát nem hiszük, hogy idén végül megjelenik a tervek szerint. A Steam oldala sincs még meg a játéknak, úgyhogy hát várunk. Szerintetek van rá esély, hogy az X-Men feltűnik a Doctor Strange 2-ben? Ezzel kapcsolatban nem érkezett semmilyen megerősítés, viszont simán elképzelhető olyannyira, hogy már a Fekete Özvegyben is feltűnt egy mutáns. Igazából az csak egy ilyen utalás volt a képregényekre. Ha emlékeztek arra a jelenetre, amikor a Red Guardian, a Vörös Őr, szkanderozott ott a börtönbe különböző figurákkal, leült elé egy nagy darab fickó, akit Őrszának hívtam, és még le is medvészte, ő egyébként Ursa Major volt, az egy ilyen humanoid medve. Maci, igen. Aki az egyik, hát nem annyira ismert X-Men, de azért ott van a képregényekben. És ez egy ilyen utalás volt, úgyhogy lehet, hogy a következő filmekben is lesznek majd ilyen kis vendégszereplők, és ugye Kevin Feige már beígérte, hogy majd lesznek mutánsok a
a Marvel moziverzumban, úgyhogy várjuk őket. Milyen módon fog Shang-Chi és Pókember? Szorosan. Mikor lesz végre egy olyan Batman és Robin játék, amit co-op módban lehet tolni majd a haverokkal? Ütős lenne. Nos, hát készül egy ilyen játék, igaz, Batman elvileg halott benne, ez a Gotham Knights, viszont Robin benne van, és kooperatív lesz, úgyhogy nem sokára megtudunk majd róla többet is, elvileg 2022-re csúszott, a DC fandomon viszont ott lesz októberben. Október 16-án egészen pontosan, amivel majd részletesen foglalkozunk majd. Miért ilyen dobozos a hang még mindig? Milyen legyen, zacskós? Ha bármilyen Pokémon csinálhatnátok magatokból, akkor milyen lenne? Adichunál nincs jobb. Adichu, téged választalak! Adichu, Adichu. A hét tényleges kérdését Frank Terni tette fel, aki az iránt érdeklődik, hogy szerintünk kik azok az igazi, még fejlődő tehetséges színészek, színésznők, akik nagyban meg fogják határozni a filmeket a közeljövőben. Szerintem erről már többször is beszéltünk, így a sztárkultuszról magáról, hogy igazából ennek vége. Már nincsenek azok az óriási gázsi, kivéve, hogyha mondjuk a szerződésbe beleírják, hogy a bevételekből így, meg úgy, meg amúgy részesülnek. Ugye állítólag most kiderült ki, Scarlett Johansson ugye 100 millió dollártól esett el, most már erről beszélnek itt a fekete özvegy kapcsán, úgyhogy nem csoda, hogy pereskednek. Viszont sztárok továbbra is vannak, akikkel érdemes megjelenni premiereken, felvonultatni őket a vörös szőnyegen, meg címlapokra tenni őket filmek kapcsán, úgyhogy azért vannak tehetségek. Igen, csak kicsit most már máshol jönnek, máshogy termelődnek ki. Igen, igen. Ez a Zendaya is ugye ilyen nagyon... Nem színészként nőtte ki magát, hanem ő belecsöppent ebbe az egész sztoriba. Hát meg ott van az a lány, az a TikTok sztár, aki a... A srác nem jár egyedül. A srác nem jár egyedül. Az Edison Ray. Hát... TikTokból lett értett színész sztár, és most... Színész, én láttam azt a filmet, de... Jó, oké, de tök nézetlet volt az a film, és már valami új szerepet is felajánlottak neki, úgyhogy gyerekek, csináljátok a TikTokot, táncoljatok rajta, meg minden, és ki tudja, lehet, hogy felfedeznek titeket. Igen, de hát azért én jobban örülnék, ha mondjuk ilyen Anna Taylor-Joy, vagy a Thomasin McKenzie féle vonal lenne. Mondd, várod az utolsó éjszaka Sohóban című filmet, ezek után nem tudom, valahogy így beugrott. Mert ez a két színésznő játssza benne a főszerepet, és így egymás tükörképeit játsszák. Igen, úgyhogy azt szerintem, azt nem is tudom, ez kizárt, hogy ez ne tetszen az a film nekem. Hát ugye Edgar Wright rendezi, úgyhogy ez alapból egy ilyen pluszpont. Igen, és hát szerintem a srácok között is azért a Timothée Chalamet például szerintem kifejezetten hát jó. Mostanában színész. Mindenben benne van, gyakorlatilag nélkül hát nem csinálnak filmet, amiben egy nyilván ez fiatal... a felkapott sztárok közé is mérve, hogy hirtelen mindenben ő lesz benne. Ja, mondjuk azért nehezen tudom elképzelni. Nem csak volt magyar film, Csányi Sándor. Igen, ugye Magyarországon is vannak ilyen sztárok. Tudsz mondani egyet? De hát most a Nagy Ervin van mindenben. Jó, mondjuk ő már nem egy feltörekvő sztár, ő nem. Már egy ilyen állócsillag. Igen. Ja. Úgyhogy én meg srácok közül a Tom Hollandet tudnám mondani. Ah, igen. Ugye ő haver, még csak... Haver srác a szomszédból. Ő is még tök fiatal, és most már... nem csinálnak nélküle gyakorlatilag filmet, sőt, mindenbe belerakják. De azért ugye említettem, hogy a sztárkultusznak vége. A Tom Holland kapcsán bejön a Chaos Walking című film, ami egy nagy költségvetésű sci-fi volt, ráadásul a Daisy Ridley volt a másik főszereplő, akit ugye a Star Wars trilógia miatt szintén egy ilyen sztár szerepbe próbáltak bele szuszakolni, és hát kutya sem nézte meg ezt a filmet. Jó, persze pandémia volt, meg minden. Meg nem is volt jó. De hát leginkább azért, mert nem volt jó, de most gondoljatok bele, hogy ha tényleg még létezne ez a sztárkultusz, mondjuk, tudom én, 30 éve ezelőtt a Richard Gere meg a Julia Roberts csinálta volna meg ugyanezt a filmet, akkor biztos, hogy megnézték volna, legyen bármennyire szar. Így. És ezt a filmet ezt nem nézték meg. Én azt gondolom, hogy meg lesznek a jövő sztárjai. Kicsit másként fogják őket megismerni, kicsit más lesz a szerepük, talán Zendaya is nagyon elindult egy más irányba, ahhoz képest, hogy ugye Pókember meg nézett, de azért az Eufóriában egy nagyon más oldalát mutatta meg. Uh-huh. Na, hogy, igen, sokkal sok oldalabbak lesznek. Igen, talán ezt lehet róluk mondani, egy kicsit nem ezek a mega, giga, blockbusterek, meg nagy színészekkel teletömködött filmekben játszanak mindig, hanem már most fiatalon belemennek olyan projektekbe, amik kicsit inkább a sok oldalúságot. Ja, meg más szerepben is megjelennek, például ott van a Millie Bobby Brown, aki még 20 éves sincsen, és ő már producerként gyárt filmeket, például ugye ő volt ennek a Sherlock Holmes adaptációnak az egyik producere. És hát ugye őt is nyomják, és ő is
egyik legnépszerűbb, nem is tudom, az Instagramon hány millió követik. Rengetegen, biztos többen, mint minket. Olyan gyorsan fejlődnek. Na mindegy, írjátok meg, hogy ti kit tartotok az ilyen feltörekvő sztároknak. Kíváncsiak vagyunk mindenképpen a kommentek között. Frentinnek köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot küldünk neki az Edge & Shop felajánlásával, méghozzá ezt a Dragon Ball Z-s viszki, teás poharat, ami nagyon vagány. Viszkit is ijadsz benne, hogyha, igen, hogyha nagykorú. Ha már... Pontosan. Egyébként nézzetek fel a shopba, mert rengeteg újdonságunk érkezett, például 35 különféle új Funko figura, egyik vagányabb, mint a másik, de majd jöttek... is. Igen, de jöttek DC is, Marvel-es, Rick és Mort is, ágyneműink is, úgyhogy a kényelmesen is... Kockán akartok aludni, akkor mindenféleképpen szerezzetek be egyet. Na és továbbra is várjuk a hét kérdéseit, ez alá a videó alá a hét kérdése hashtaggel, ide, igen, és próbáljuk őket megválaszolni. Lehet, hogy most nem annyira sikerült, jövő héten biztos jobbak leszünk. Na, hamarosan találkozunk, ciao. Sziasztok!